hogy kegyelmi szobája csak hamar legyen kész. Az úri méltóságok, kik mindjárt bejönnek, szállást készíteni, engem rendeltek. Orsókat, rokkákat félredobálják, mert annak is nagy kárát tapasztalják, ha az én népemet nem jó szívvel fogadják. Jöjjetek be, katonák! A Völcsér Néplánc Együttes ifjú táncosai a naptárnak megfelelően balázsolással köszöntötték az egybegyűlteket. A Hungarikum Bizottság országos pályázatának köszönhetően jött létre ez a kiállítás, mely csokorba szedte a Völcsér fővárosának értékeit. Bonyhád értékeit megmutatni egy nagyon nagy feladat, és ez a helység ez nem is lett volna elegendő ahhoz, hogy az összes általunk feltárt, megismert értéket ide elhozzuk. Ez csak egy kisebb szelete annak, amit mi meg tudtunk mutatni most a nagy közönségnek. Az értékek között természetesen vannak épített értékek, kulturális értékek, tárgyi, megfogható értékek. Ez egy nagyon széles skála, ez egy kis válogatás csak abból, amit fel tudtunk eddig mérni. Mindenképpen az épített örökségünk. Itt a szakrális emlékekre gondolok, a régi épületekre, a perccel emlékekre, a városhoz kötődő nagyjaink, Perccel-Mór, Vörös Marti Mihályhoz fűződő emlékek, és természetesen az ipar, mezőgazdaság, a régen működő zomászgyár, akkor a kézműveseink, művészeink, Stekli Zsuzsi, Fazekas Józsi, akiktől itt a kiállításon is tárgyak láthatók. Emellett persze nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a Völcsér és Bonyhád egy nagyon sokszínű város, egy nagyon sokszínű település, különböző népcsoportok, nemzetiségek lakják, és ezeknek az értékei, az egymás mellett élés, ez is egy nagyon fontos szegmense volt ennek a kiállításnak. A kiállítás képi anyagáért Ritzer Zoltán bonyhádi fotóst illeti az elismerés. Számára, mint annyi ismert embert számára, Bonyhád többet jelent a városnál, ahol mindennapjait éli. Nekem Bonyhád jelent mindent, szinte én tőzsgyökeres bonyhádi vagyok, itt születtem, itt éltem le az életem. Igaz, hogy sokáig Szekszárdon dolgoztam, de sose szakadtam el Bonyhádtól, úgyhogy tulajdonképpen én lokálpatrióta vagyok. Hát ebben a városban számomra rengeteg érték van. Ugye sokan azt hiszik, hogy a nagy dolgok az értékek, de hát igazából az apróságok, a részletek azok, amik igazán értékessé teszik ezt a helyet nekem. És fiatal koromban gyakran gondolkoztam azon, hogy valami távolabbi helyre, ugye Budapest vagy egyéb helyre elmenni, de valahogy mégse vitt rá a lélek, hogy elmenjek innen. És most, hogy már ugye őszülnek a hajszálak, úgy gondolom, hogy nem bántam meg, hogy itt maradtam. Nekem Bonyhádon minden érték, én itt nőttem föl születésem óta. Érték rengeteg van, rengeteg értékes ember, rengeteg értékes alkotás, de szerintem mindenki és minden értékes Bonyhádon, én úgy gondolom. És én speciál igyekszem ezeket fotón meg is örökíteni, hogyha lehet. Hogyha egy mondattal kellene megfogalmazni, akkor az a kulturális sokszínűség, ami most itt ebben a pillanatban is tapasztalható és kézzel fogható, sőt látható is, azokon a kiállításokon, illetve az itt mögöttünk éppen felsorakozó gyönyörű népviseletbe öltözött fiatalokon. Nehéz így egy mondatban megfogalmazni, de talán mégis az lenne, hogy az a sokszínűség és az a sokrétű kultúra, amit a völcségi, bonyhádi közönség képvisel. Ez egy olyan élhető kis város, ahol minden van, minden elérhető, de mégis az a lépték, ahol ismerjük egymást. Ha végig megyünk az utcán, tudjuk, hogy ki jön velünk szembe, köszönünk egymásnak, de tartozunk együvé ebben a közösségben, és hogy ezek a közösségek még élőbbek legyenek. Én ezért is dolgozom, nem csak azért, hogy infrastruktúrálisan fejlődjön ez a város, hogy intézményeivel és minden olyan lehetőségével nem próbáljuk felvenni a nagyokkal versenyt, de legalább olyan színvonalon az itt élőknek az életkörülményét javítsuk. Ez az egyik része annak a feladatnak, annak a munkának, hitvallásnak, a szabad ilyen nagy szavakat használni, ami miatt én ezt a feladatot vállaltam 5 évvel ezelőtt.
A másik pedig az, amit az elején említettem, hogy itt jó legyen valahova tartozni, és hogy újra felfedezzük egymás közösségét, hogy egy közösséget építsünk, mert azért itt is hajlamosak az emberek arra, hogy befelé forduljanak, magányosak legyenek, holott nincs erre semmi okuk, ha csak azt nézzük, hogy mennyi színes programmal várják az intézményeink, a különböző csoportjaink, civil szervezetek, sportrendezvényeken, városi rendezvényeken, nemzetünnepeken a város lakosságát, nagyon gazdag színes kínálattal vagyunk idén is, már elfogadta a testület az idei rendezvénytervet, és a mai program is arra mutat rá, hogy vannak közös gyököreink, közös kultúránk, olyan kincseink, amelyeket érdemes ismernünk, és továbbadnunk a fiatalok felé, a jövő nemzedéke felé. Szerintem ez a lényege a mai napnak is, és ezért is dolgozunk nap mint nap. A Nemzeti Értékeink című kiállítás a Vörösmarty Művelődési Házból rövidesen átköltözik a Sojmár Imre Városi Könyvtárba, hogy minden bonyhádi számára kézzelfogható és láthatóvá váljon, miért érdemes büszkének lenni bonyhádiságunkra.